Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az önkormányzati választással kapcsolatos bemutatkozó jelölt bemutató műsorunkat láthatják a következő percekben. A Halas Média által megfogalmazott választási irányelvek szerint bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a jelöltek számára. Így mostantól hétfő, szerda és pénteki napokon várjuk majd ide a választókerületek jelöltjeit a Halas Média stúdiójába. Fél nyolckor kezdődik mindig ez a műsorunk. Ma este három jelölt jelezte előzetesen részvételi szándékát, azonban Barta József, a Mindenki Magyarország a mozgalom jelöltje, jelezte a mai napon, hogy akadályoztatása miatt nem tud itt lenni. Dr. Farkas László, szintén ebben a választókerületben induló a Mi Hazánk mozgalom képviselő jelöltje. Háromnegyed hétkor már itt volt a stúdiónkban, azonban azóta nem tudjuk, hogy hol van. Tehát kollégáim megnézték, nincs itt a stúdióban, remélem még ide érkezik néhány percen belül. És a harmadik képviselőjelölt Stirné Prikidánovics tíme a fidesz KDMP képviselőjelöltje. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát a többi jelöltnek is elmondtam volna a szabályokat, hogy a mai adásban 8 perc áll rendelkezésre a bemutatkozásra, Mérjük az időt, lesz egy számláló, amelyet látnak a nézők is. Mielőtt elfogy a 8 perc 10 másodperccel előtte, lesz egy sípszó, és természetesen szintén hangjelzés jelzi majd, hogy elfogyott az idő. Ö, sokszor több körben mutatkoznak be a jelöltek, így most jelenleg ön ül itt egyedül a televízió stúdióban. Hát akkor halljuk az ön bemutatkozását, illetve programját. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Halas Televízió nézőit. Stírnépli téme Tímea vagyok. Kiskunhalas városban az egyes számú választókerületben indulok önkormányzati képviselőként, a fidesz KDMP közös önkormányzati jelöltjeként. 1976. május 16-án születtem Bajám, 2001 óta élek Kiskunhalasom. Előtte gyermek és ifját, ifjúkori éveimnek egy részét bácsalmáson töltöttem. Végzettségemet tekintve több diplomával rendelkezem, általános iskolai, tanítói, pénzügyadó, illeték, vámszakértői, valamint közoktatás vezetői diplomákat szereztem. Elvégeztem államháztartási, vállalkozási, mérleképes könyvelői, társadalombiztosítási ügyintézői, valamint élelmezés vezetői tanfolyamokat. A pénzügyminisztérium regisztráció, regisztrált mérleképe, mérleképes könyvelője, valamint belső ellenőre vagyok. Szakmai tudásomat mindig igyekeztem fejleszteni, illetve ö, arra törekedtem mindig, hogy a minőségi munkavégzést ö, szorgalmazom, illetve tudjak végezni. Négy évig dolgoztam óvonőként, már ez alatt elkezdtem más irányban tanulni. Kiskunhalason az akkori BKM-ő, Garbai Sándor szakközépiskolája, szakiskolája és kollégiumában kaptam könyvelői állást. Gyakorlatilag innen datálódik a pénzügyes, úgymond karrierem. 2010-ben lettem a Bibó István gimnáziumban gazdasági vezető, majd 2013-ban az oktatás átalakulásakor, mivel az iskolák gazdasági önállósága megszűnt, ezért ismét munkahelyet kellett váltanom. Az akkor megalakuló Kiskunhalasi tankerületnél töltöttem be humánreferensi munkakört. Itt élt az a megtisztelő megkeresés, 2013 őszén, hogy a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének gazdasági vezető igazgató helyettesi pozícióját láthatom el. 2017 óta pedig ennek a szervezetnek az igazgatója vagyok. Családi állapotomat tekintve férjezet vagyok, immáron 22 éve. Csodálatos két gyermekünk van, kislányom Nikol, 15 éves, a Kiskunhalasi Bibó István gimnáziumba jár, Peres osztályban, 9. év folyamos. A tanulmányai mellett versenyszerűen sportol, a Halas Fitness Egyesület tagja. A legjobb eredménye az országos második helyezés. Nagyon büszke vagyok rá, kemény tervei vannak az életben. Kisfiam Martin, ő négy éves lesz, és a Kiskunhalasi Bóbita óvodába jár, a Felhőske csoport kis huncut tagja. Kedvenc időtöltése a kisautózás, a homokvárépítés, valamint a kertészkedés. Legkedvesebb elfoglaltságom a nap végén, amikor mesét mondhatok neki. szabadidőmben nagyon szeretek gasztronómiával, lakberendezéssel foglalkozni, illetve zenét hallgatni és olvasni de mégis a legkedvesebb időtöltésem nyilván a családommal eltöltött idő. Egy igazi erős hátország, és tőlük tudok mindig mindenben erőt meríteni. Miért is indulok önkormányzati képviselőként? Kiskunhalas egy csodálatos város, rengeteg értékkel bír számára. Két gyermekes édesanyaként és egy önkormányzati, szerveze, önkormányzati intézmény vezetőjeként úgy érzem felelősséggel tartozom azért, hogy folytatódjon a város fejlesztésében megkezdett munka, és a lakosság közös, közösségi tereinek minőségi javítása olyan formán, hogy az megfelelő, elfogadható és megnyugtató legyen minden generáció számára. Véleményem szerint a képviselőtestület mindehez a megfelelő közéleti infrastruktúrális háttér megteremtésével tud hozzájárulni. Gazdasági területen szerzett tapasztalataimmal a város érdekében szeretnék dolgozni, ezt még inkább kamatoztatni, és vezetői tapasztalataimban pedig a lakosságtól jövő kezdeményezések fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Úgy gondolom, hogy tovább kell folytatni azt az aktív cselekvést, ami az elmúlt öt évet is jellemezte. És hogy konkrétan tudjak mondani már megvalósult közös sikereket és célokat, ehhez egy kis segítséget szeretnék igénybe venni, hiszen készültem, biztos, ami biztos, ki nem maradjon semmi. Megvalósult közös sikereknek tekinthető egy megújult városközpont, egy megszépült főtérrel és egy városházával, a főtéren pedig egy játszótér és kialakításra került, így gyakorlatilag minden generáció számára egy kedvező közösségi tér került kialakításra. Átalakításra került a parkolási rendszer, parkoló helyek kerültek kialakítása a Szászkáló utcán Bibó István gimnáziumnál, illetve a Szemöves télen. Emlékművek környezetének rendbetételére került sor, leromlott városrészek rehabilitációjára, például a gimnázium utcában vagy az Erzsébet télen, illetve az Adi felújítására, amely remélhetőleg nem sokára be is fejeződik. Jártam szorgalmasan a választókörzetemet, megismertem a Választóimat, bejártam az utcákat, találkoztam, beszélgettem az emberekkel. Meghallgattam igényeiket, kéréseiket, pozitív és segítő szándékú kritikájukat. Ezek alapján fogalmaztam meg az elkövetkezendő öt évre kitűzött közös célokat. A Semmelweis tér megújítását, ugyanis az ott élők kérésére térfigyelő Kamera rendszer kiépítését szeretném szorgalmazni illetve a parkolási problémákat szeretném tovább kezelni, a belvárosi kiszolgáló helyiségek bővítésére szeretnék hangsúlyt fektetni, Val valamint a városrészek rehabilitációját szeretném tovább folytatni, Lászl Zerge utca, Vajda utca, útburkolata, hiányzó utcanévtáblák, illetve egyéb lakossági járdaépítéseket és útfelújításokat is szeretnénk majd támogatni. Megkezdődhet a Turi József utca rekonstrukciója, amely komplex közösségi közlekedés pályázat keretein belül ö, még inkább szebb lehet, praktikusabbá, használhatóbbá válhat. Én köszönöm szépen egyelőre, ennyit szeretnék elmondani. Köszönöm szépen maradt egy perc tíz másodperc a hölgynek, és megérkezett a stúdióba, dr. Farkas László a mi hazánk mozgalom képviselő jelöltje, jó estét kívánok! Kérem foglaljon helyet rögtön a kollégáim felhelyezik a mikrofont. Addig röviden összefoglalom ugye, azokat a szabályokat, melyeket a választási irányelvekbe rögzítettünk. Önnek is 8 perce áll rendelkezésére, hogy bemutatkozzon a nézőknek, illetve elmondja programját. Ezt az időt mérni fogjuk, mielőtt vége a 8 percnek, 10 másodperccel előtte egy sípszó hallatszódik, és ezt követően pedig 5-től kezdve újabb sípszó jelzi azt, hogy lejárt az idő. Képviselőjelölt úr, igyon egy korty vizet, és akkor azt mondom, hogyha a kollégák is felkészültek, látom a számlálón a 8 percet, akkor kérem, mutatkozzon be a választópolgároknak, és halljuk az ön programját. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és akik néznek és megvártak, köszönöm, hogy megérkezhetek, és Farkas László vagyok, erdőmérnök, Kiskolásra érkeztem, de még sokkal fogok elmenni, érdekel a szakmám. Szegedről kerültünk ide, erdészettel foglalkozok, válságkezelése és környezetvédelme. A legnagyobb érték, amit én halasra érkezésemmel hoztam, a feleségem, a Kvasznicska Ilona, az egészségügy megkeresett, hogy jöjjön ide két szakember. Egyenesen megkértek, elmondták, és tisztelem a város vezetését, hogy nem önre van szükség, Farkas úr, hanem az épülő kórházra az orvosok nagyon kellenek, ön meg megáll a hátán is. Így kezdtem. És a feladatom, hogy a városba a zöld telefonszolgálat alapján tudjam ismertetni, hogy mi az, hogy prevenciószakos válságkezelés, mi az, hogy Erdőgazdálkodás, kézműves erdő, ez a legújabb, és az Országos Erdészeti Egyesület Szenőrok Tanácsának a tiszteleti tagja vagyok jelenleg. És az a fontos, hogy a sok tapasztalatot átadjuk. És nagyon köszönöm azoknak, akik bátran és lelkesen, szívélyesen adták a javaslatukat. Nagyon érdekel ez a város. Itt most tettem le a telefont valaki közleg környezet kérdő éveket ismertettek a telefonon, ez egy kicsit válságos volt, de nagyon érdekel a város helyzete, és szeretném, hogyha az idős korosztálynak sok, sokat nyújthatnék még. Tehát környezetvédelem és család, feleség, feleség ikertestvére, nagyon kötődök a városhoz, 50 éve, és két gyermekünk van, Edina a pénzügytanos, abban szakember, és Lassan már hivatásosan jobban vezet, mint az apja, és a Robi, gyermekünk, ami élelmiszeripari mérnök, Budapesten az Osán cég sajtszakos embere. És még, amit el kell mondom, és nem akarom elfelejteni a kisonakánkat, ő a 11., a vér ba az első, és ő követi majd azokat a feladatokat, amit én tudománynak nevezek és a vezetéstől, és a politikától. Nem akarok eltávozni, de volt olyan, hogy abbajtam a érdekvédelmet és érdekképviseletet, a tudomány érdekel, és ezt szeretném folytatni a választás ideje alatt. Zöld telefon szolgálattal ismertetem azt, amit még kihagytam most. Kjelölt úr, 5 perc, 4 másodperce maradt a fennmaradó időben. Stírné, Brikidánov is téma a Fidesz KDMP képviselőjelöltje, ha jól emlékszem, és jól emlékszem, 1 perc, 10 másodperce van még. Igen, köszönöm szépen a szót. Igazából, amiket az előbb elmondtam, ez ugye az egyes számú választókerületben zajló feladatok voltak, illetve megvalósult tervek és célok. Természetesen a városban még nagyon-nagyon sok munka vár. Az új város vezetésre, és nagyon-nagyon sok téren, például a gazdaság, az infrastruktúra fejlesztés, a biztonság, az egészség a turizmus terén szeretnénk olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyek az egész város lakosságának, de az idegenforgalomnak, a turizmus fejlesztésének is igazából ö, kedvezni fog, és úgy gondolom, hogy ezt viszont majd a polgármester úrnak a tiszte illetve a polgármester jelöltünknek a tiszte ismertetni. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, még 25 másodperce maradt. Dr. Farkas László, mi hazánk mozgalom képviselő jelöltje, 5 perc, 40 másodperccel rendelkezik. Halljuk a programját. Akkor összpontosítanék arra, hogy mit csinálok akkor, ha a választók tovább engednek, és az zöld telefonszolgálattal kezdtem, Halason a munkámat, környezetvédelmi és válságkezelés. Ezt szeretném tökéletesíteni a részleteibe. Nagyon szeretnék a, a Fár program felzárkóztató programját elvégezhettem, és segíthetek a lengyel és magyar társadalom felemelkedéshez. Azt szeretném, hogy a halasi önkormányzat is felemelkedjen. Ami eddig hiány, azt szeretném pótolni abban, amire szükség van és nagyon fontos nekem, hogy a kicsi, de bátor pártnak a bizalmát és kedvességét, hogy indított, annak ellenére, hogy nagyon nehéz volt beindítani engem. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a társasházi válságkezeléssel foglalkozzak a településünkön, és elérjem azt, hogy a DFH társasházi rendszer, ami érdemi vezetést, érdemi szolgálatot, gazdatudatot teríteni más társasházaknál is. Ez a legfontosabb számomra. A válságkezelés az a pályázatból adódik, hogy soha nem a bűnbakot keressük, és a zöld Szolgálaton tovább folytatom a környezetvédelmi témát a fejlesztésig, a gazdálkodásig, és szeretném bemutatni a érdekvédelem és érdekképviselet terén, ami az én felfogásom szerint az a lehetőségek tudománya, és ahol lehet a másikat megerősíteni a jó gondolatába is. Nagyon fontos a mi hazánknak egy kicsi kis párt, de nagy reményekkel, fiatalokkal azt szeretnénk elérni, hogy aki jót mond, azt erősítsük meg, a lakosság és városi érdek legyen az első, és nem az önös pályázaton kívüli megegyezések. És nagyon fontos a életem során, hogy pályázati törvény és etikai kódex legyen ágazatonként és szakmánként. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy versenyhelyzeteket jól éljük meg. És nagyon fontos, hogy a a döntésembe nagyon erősen segített az, hogy halmáról indult egy mozgalom, ami a legősibb és legkulturáltabb erdészeti iskola van, szakiskola és gimnázium. Én legtöbbre becsülöm az egyetemi végzettségeim között, és az eddigi fölméresek között én szívesen segítem azt, hogy az erdőben szakmunkások legyenek, és a feladatom, ha sikerült a laskagombát elteríteni egy környezetkímélő, gazdálkodásba, akkor fontos, hogy az erdőgazdálkodás, ültetvénygazdálkodás, a timberzsekes, fakiterő, és mindenki arról ismer, hogy a fakombányokkal kivágtuk azokat az erdőket, ami törvény írta, a mulasztást pótolta az állami gazdaság, és ennek a gyökeres részét nem hulladéknak tekintjük, a falnyag hulladékát másodlagos nyersanyagként kezeljük, és ez sikerült a laska gombával megoldani most a világhírű szarvasgombát, kultúrát hozzánk haza, folyamat, konferenciákat vezetjük három napja, Kecelen is ez történt, és nagyon sokat tudunk segíteni abba a kicsi vállalkozásba, hogy csatlakozzanak minél többen a kézműves erdő műveléséhez, ugyanakkor az élelmiszeripar is ültetvényerdő, ismerje meg kiskolas még tovább. Körülbelül 20 éve csináljuk ezt, de a szarvasgomba program, szakmai program és a fekete gyémánt, megcsináltuk azt a programot évtizedesen, hogy a laskagombával hasznosítottuk a fehér gyémánt értékkel, az erdőtől nem tudok elszakadni, a szakmámat nem hagyom, és a tudomány régen megelőzte nálam az érdekvédelem, érdekképviselem politikába kifejezett kudarcait, kellemetlen érzeteimet feloszlatom azzal, hogy a szakmába merítkezek. Köszönöm szépen, jelölt úrnak még 40 másodperce maradt, és egy pontosítás nem 540-ről, hanem 504-ről indult a számláló, én tévedtem. Stírné Prikidánovics tíme a Fidesz-KDNP jelöltje 25 másodperccel rendelkezik. Halljuk! A Fidesz-KDNP programjában is természetesen szerepel a Zöld Város kialakítása, így tudok kapcsolódni az előttem szóló jelölt úrhoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! 15 másodperc maradt még. Dr. Farkas László Mi Hazánk Mozgalom képviselő jelöltje 40, azaz 40 másodperccel rendelkezik. Öné a szó! Köszönöm szépen, és nagyon fontos, hogy számomra a tájrendezés és a környezetvédelem akár a terek kialakításába, akár a társasházak működtetésében, akár a korszerű gasztronómiába az egészséges ember, egészséges gazdálkodás és egészséges érdekvédelem érdekképviselt. Ez alatt értem azt a politikát, amitől sokan megcsömöltek, de ez csak átmeneti állapot, a kultúrált kezdeményezést megerősítve a szinergia erejével, úgy, ahogy a gombák megerősítik az erdőgazdálkodás fejlesztését, úgy akarjuk mi segíteni azt, jót, jól, és a pártunk mindent megtesz azért, hogy a ne azt nézzük, ki mondja, hanem mit. És segítsük a Ez város legyen szó. Köszönöm szépen, lejárt az ideje, hiszen a szabályok szerint 8 perc át rendelkezésére, hogy elmondja a programját és meggyőzze a választókat itt jelen pillanatban a stúdióban. Köszönöm még egyszer. Stírné Prikidánovics tíme a Fidesz KDNP jelöltje. 15 másodperce van még. Kérem a tisztelt választókat, hogy tiszteljék meg Fülöp Robert polgármester urat, képviselőtársaimat és engem is, hogy elmennek október 13-án szavazni, és a Fidesz KDNP közös önkormányzati jelöltjére adják a voksot. Utat a jövőnek, teret az életnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a sípszó, egyben azt is jelezte, hogy műsorunk véget ért. Köszönöm, hogy bemutatkoztak, elmondták programjukat. És a kedves nézőknek pedig jelzem, hogy pénteken 19 óra 30-kor a kettes választókerület jelöltjei ülnek majd itt a Halas Televízió stúdiójában. Bemutatkoznak, illetve elmondhatják ugyanígy programjukat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Maradjunk!